Az összecsapás első helyzetét a vendégek puskázták el a negyedik percben, majd a következő támadásból csapatunk alakított ki lehetőséget, azonban gól ebből az akcióból sem született. A 11. percben viszont megszerezte a vezetést együttesünk, miután Bogdány kapott egy remek indítást, és a támadó rövid labdavezetés után higgadta lőtt a jobb alsó sarokba. Alig négy perccel később, kemény, remekbe szabott baloldali beadása után Szabó lőtt nagy helyzetben a kapu fölé 5 méterről. Együttesünk ezután is lendületben maradt, majd a játék rész közepítő kiegyenlítettebbé vált a mérkőzés, amely elsősorban annak köszönhető, hogy a vendégek jól zárták le a területet a kövesdi támadók elől. A 33. percben egy villámgyors vendégakció végén Ficsor mutatott be nagy bravúrt, miután lába hárított egy közeli lövést. A félidő hátra lévő része ismét mezőkövesdi fölényben tehet, amely újabb gólt eredményezett a 34. percben. Egy szép hazai akció végén Bagi közeli lövését védte bólók, azonban a középpályás duplázásánál a kapus kezéről a gólvonal mögé csorgott a labda. A hajrá sem múlt el események nélkül, ugyanis a vendégek hálóőre előbb bognárlövését, lövését, majd Lipusz ismétlését hatásalanította, de a szünetik nem nőtt tovább a kövesdi előny. Fordulás után gyakorlatilag az első támadásból szépíthetett volna a vendégegyüttes, azonban a 16 sor leadott lövést követően a labda a felső létről a mezőnybe vágódott. Csapatunk első lehetőségére az 54. percig kellett várni, amikor is hamar csúsztatott kevéssel a kapu mellé, mint egy 7 méterről. A játék rész felénél ismét hamar volt a főszereplő, miután nagyszerű temben lépett ki a védők között, és egy az egyben vihette a kapusra a labdát, de a lövése elsuhant a léc mellett. Alig két minutummal később, előbb Bognár, majd a kipattanó után hamar közeli lövését vitte ki nagy bravúrral a hatvani kapus. Az összecsapás végé előtt négy perccel menünk csapott le egy rosszul sikerült 60-i keresztlabdára, és okosan gurított a kapus hasa alatt a hálóba, azonban a játékvezető érvénytelenítette a gólt. A mérkőzés összképe alapján teljesen megérdemelt kövesdi győzelem született. A felkészülési találkozó végeredménye mezőkövesd Zsúriese FC 60 2 -0. Csapatunk hétvégén az MB1-es DVSC Teva vendégeként lépett pályára Debrecenben február 9-én. A jó felkészülési találkozón mindössze 15 percet kellett várni az első gorra, amikor is szakály talált együttesünk kapujába, így a csak nem legerősebb összeállításában pályára lépő, több válogatott játékost is soraiban tudó bajnoki címvédő korán megszerezte a vezetést. A hazai gól után nem roppant össze együttesünk, ugyanis mindössze 6 percet kellett várni a válaszra, ekkor menünk vette be Polexics kapuját. Az egyenlítő találat után a hazaiak szakály második találata után újra előnybe kerültek az első félidő végén. A második játék rész első felében nagy fölénybe játszottak a hazaiak, akik közül Pöröskei duplázott, emellett Bódi és Szécsi is eredményes volt. A találkozó záró 20 percében kiegyenlített játék folyt a pályán, és az összecsapás utolsó percében labdarúgóink kemény góljával szépítettek, így a Debrecen 6-2-re nyerte meg az összecsapást. Csapatunk ezen a héten újra kétszer lép pályára. Bogdányék legközelebb az NB1-es Kecskemét otthonába látogatnak, február 13-án Szerdán. Az összecsapás 15 órakor kezdődik Pácskiskun megyeszék helyén. Labdarúgóink két nappal később a szintén első osztályú EGRI FC játszanak hazai környezetben. A találkozón az eredeti tervektől eltérően egy órával korábban indul útjára a labda, így az összecsapás február 15-én pénteken 14 órakor kezdődik a városi sportpálya műfüves játékterén.